Üdvözlök mindenkit! Szajvaik, azt mint láthatjátok, a Heroes of Might and Magic nevezetű játéknak az ötödik részéből egy végigjátszás sorozat. Folytatjuk akkor szépen tovább a hadjáratunkat, Sovival nehézségi normál szinten. És hát akkor belekezdünk a következő fejezet, nagy fejezetbe, ami nem más, mint a kultista, az Inferno hadjáratba. Öt darab küldetésen keresztül, öt darab részen keresztül fogunk az Infernóval, a démonokkal játszadozni. Na, de nem is húzom tovább az időt, az Árulás című küldetéssel fogunk kezdeni. Tehát, Agrael kudarcot vallott a küldetésével, ráadásul Godric és serege vadászik rá, sarkában a halál, jövője bizonytalan, a démon úrnak kiutat kell találnia. No, bónusz, egyel növeli a morált az oroszlán nyaklánca. Cerberus, vagy pokolcsördőr. Igazából bármelyik hármat én ajánlom kiválasztani, én viszont úgy vagyok vele, hogy szerintem a Cerberusszal járunk a legjobban. Úgyhogy én őket választom jelen esetben. You are quick, Biara. What news of our enemies? Strong griffin forces block all the major roads between us and the city of Gehenna. Our imp scouts have reported an elite unit led by Godric that snaps at our heels. Godric? I thought that Isabel would want to take my head herself. Isabel? She has departed in tears, taking her favorite corpse to its funeral. Godric has become her instrument of vengeance. And he wants you. Alive. So, no friendly towns, no reinforcements, and no chance to rest. Nothing like a little challenge to spice up a dull week, huh? Nos, a főszereplőnk a következő öt hadjáratban az Agrael lesz, a démon úr, akit mi első szinten fogunk megkapni. Ugye az előző menedéki küldetésben ott 10-20 akárhányas szintű volt, hát itt most lecsökkent az ereje első szintűre. Na nézzük csak, hogy mi is van a repertoárjában. Van nála a Famulus, vannak Succubusai, vagy a Cerberus, amit kértem, illetve Veremur is van. Mindjárt végigfutunk az összesen. Varázslatok, illetve viseltárgyink jelenleg nincsenek. Nézzük csak, hogy mit tudunk, mi az alapvető ismeretünk. Az nem más, mint az alapkapunyítás. Egyedi démonúri ismeret. Az impek és démonok és fejlesztett változataik képessé válnak kaput nyitni a démoni síkra, hogy utánpótlást hozzanak a csatatérre. Minden egység harconként egyszer nyithat kaput. Az újonnan érkezett lények a kaput nyitók 25%-át teszik ki, és a harc végén eltűnnek. Illetve van egy alaptámadásunk, ugye, hogy 5%-kal növeli a lényeimnek a közelharci sebzését, és megvan ugye a harci őrjöngésünk is. Specializáció. Ez a gyorsaság aurája, a hősseregében minden lény kezdeményezése 1%-kal nő, a hős minden egyes szintjért. Tehát minél magasabb szintű vagyok, annál nagyobb lesz a kezdeményezésem. Úgyhogy általában ugye én fogok majd mindig kezdeni. No. És ugye megvan a harci őrjöngés, aminek következtében minden lény minimális és maximális sebzése egyel megnő, és az alacsony szintű lények esetében ez hatalmas előrelépés, illetve előnynek számít. Na nézzük akkor, hogy ki ez az Agrael. Szóval háttér. Agrael gyorsan emelkedett a démon kultisták ranglétráján, és egy idő után a démon hadúr bizalmasává jobb kezévé vált. Becsmérlői meggondolatlannak és túlságosan becsvágyónak tartják, de Agrael kimért agresszivitása rettegett és tisztelt vezetővé tette őt a harcban. Ha megfelelő lehetőség kínálkozik, támad, és szükség esetén nem habozik kockázatot vállalni. És ugye a specializációt azt olvastam, hogy a hősseregében minden lény kezdeményezése 1%-kal nő, a hős minden szintjéért. Na, akkor nézzük az egységeinket, amondó vagyok. Van ugye a Famulus, illetve az Impből lehet Famulust továbbfejleszteni. Szóval a Famulusok ravasz kis lények, meglehetősen gyengék közelharcban. Erejük inkább létszámukban rejlik. Manallopó képességgel rendelkeznek, amivel elszívják az ellenséges energiát, az ellenség energiáját, amit aztán felemésztenek. Tehát igen, manalopók, ezt az előző fejezetekben, előző részekben ugye láthattuk, amikor impek ellen harcoltunk, hogy nagyon sokszor elszívták a hősünknek a manáját.
Na nézzük a következő, hát nem sorba megyünk, hanem ugye ahogy dobja a rendszer, az a Veremúr. Ezek a hatalmas démonok az alvilág legsötétebb bugyraiból származnak. Képzettek a közelharcban és a támadó mágiákban egyaránt. Csonkoló kardot forgatnak, melyel egy csapásra megölhetik azokat az óvatlan lényeket, akik a közelükbe merészkednek. Igen, és képessége az, hogy nagyméretű, csonkoló kardja van, és varázshasználó is. A Veremúr az ugye továbbfejlesztett változata a Verem démon, azt hiszem, vagy nem is tudom, hogy hogy hívják az alapváltozatát. Ez meg ugye a fejlesztett változat. Igen. Akkor a Succubus, ez egy alap Succubus, ennek ugye van a továbbfejlesztett változata a tüzes Succubus. Tehát, hát ez így fantasztikus. Most ez így hogy jött össze? Hát jó, ellenségeré hajtani, az ellenséges íjászok jobban teszik, ha tűzesőre készülnek fel, miután megtámadták a Succubust. Jó, nem tudjuk az első két mondatot elolvasni, mert valamiért lemaradt. Lövész távolsági visszatámadás. A lényeg, hogyha a Succubust bárki megtámadja távolsági támadással, azonnal visszatámad arra a lényre, aki megtámadta őt. Illetve ugye akkor itt vannak a Cerberus kutyák, tehát... így már egyszerűbb, oké. Tehát a Succubus tűzgömböket képes megidézni és ellenségére hajítani. Az ellenséges íjászok jobban teszik, ha tűzesőre készülnek fel, miután megtámadták a Succubust. Na, és akkor Cerberusokat a harag hajtja a csatatéren. Nagy erővel, tomboló dűvel csapnak le mindenkire, de vékony bőrük nem védi őket túl hatékony az ellenség támadásaitól. Lehetetlen védekezni a támadások ellen, és három fejükkel egyszerre több ellenfelet is megtámadhatnak. Támadás három fejjel, illetve nincs visszatámadás. Tehát a lényeg, hogyha úgy állítom be, hogy elől, illetve kicsit jobb oldalra, kicsit bal oldalt is van ellenfél, akkor három egységet tudok egyszerre megharapni ezzel a Cerberusszal, és ha jól emlékszem, akkor ő rá nem, ilyen, abban az esetben, hogyha több ellenfelet megharap, akkor nem támadhatnak rá vissza abban az esetben. Na, akkor így megvagyunk, illetve arci szerkezetünk azok nincsenek, úgyhogy bele is vágunk ebbe a videóba, illetve történetbe. Nem lesz egy hosszú videó, mivel ez a küldetés gyakorlatilag egyetlen egy dologról fog szólni, a menekülésről. Agrelnek ugye életben kell maradni, ugye az tény és való. Találj utat Siokba. A hajsza tovább folyik, és Agrel élete a tét. Godric fáradhatatlanul üldözi a démon sereg maradványét, és Agrel jövője egyébként is bizonytalan. Hogyan fogadja a démon hadúr kudarcát? Ám Agrel egyetlen esélye a démonok birodalmának, Seognak az elérése, mert csak itt találhat menedéket a birodalommal szemben. Ez a küldetés gyakorlatilag egy ilyen menekülő küldetés. Tehát itt semmi esélyünk Godric ellen. 2-3 kör múlva meg fog jelenni Godric, illetve a pályán van még egy másik hős, aki hatalmas nagy fejfájást okozhat nekünk. És a lényeg, hogy az összes hőst el kell kerülnünk. Egy könös kunyhóban lakó ősöreg boszorkány fogad és érdeklődik a küldetésed felől. Nem tudni, mi oka lehet rá, de megterít téged a logisztika tudományára. Na, és a logisztika az nekünk hatalmas nagy segítség, mivel ugye menekülnünk kell erőteljesen Godricék elől. Nincs idő igazából, vagy hát igazából le lehet állni harcolászni, hogyha nagyon-nagyon szeretnénk, de több mint valószínű, hogy én nem fogok. Csak azokkal fogok harcolni, akik tényleg útban vannak. Igazából ennyire azért mozogunk előre. És akkor mutatom, hogy merre kellene menni. Na most a lényeg, hogy nekünk erre kéne jönni, viszont láthatjátok, itt van egy hatalmas nagy sereg itt ennél a helyőrségnél, úgyhogy itt nem jutunk át, az hód biztos. Úgyhogy nekünk alternatív útvonalat kell találnunk. Akarok én ezekkel kötekedni? Szerintem igen, kötekedjünk velük, illetve a beállításoknál visszaállítom a játéknál, hogy a harci sebesség az normál legyen. Mivel itt az első részben akkor megismerkedünk a harc menetével, hogy hogyan, miként, merre, hány méter, jó. Akkor menjünk az útjelzők felé. Fort Rhine Post. Ha jól emlékszem, akkor erre nem érdemes eljönni, mivel itt van egy másik helyőrség, ahol nem tudunk átjutni semmilyen úton, módon, vagy hát feszteségek nélkül biztosan, hogy nem. Úgyhogy
Mindenképpen nekünk erre kell haladnunk. És akkor közben a penge táncosokkal meg tudom mutatni, hogy mire is képes eme sereg. Hogy... Nos, a különleges képességünk ugye az, hogy van egy kapunyitás. Jelen pillanatban még annyira alacsony, hogy az impeken, illetve a Cerberuson kívül senkit nem tudok kapunyitni. Mutatom is, hogy mit csinál a kapok. Az egység képes kaput nyitni a démoni sikra, hogy erősítést hozzon a csatatérre. A harconként csak egyszer használható, ez nagyon-nagyon fontos. Az újonnan érkezett lények a kaput nyitók egy részét teszik ki, és harc végén eltűnnek. Tehát az impnek, most ugye 50 darab impen van, ennek a 25% olyan 12-13 fő, úgyhogy bárhova meg tudom őket idézni. 12-13 főt megidéz ebből az impből, ahova leteszem, én oda szépen leteszem, és láthatjátok, majd ott fognak megjelenni, hát 12 ezek szerint. Jó, ezek szerint, ja igen, tényleg az alapkapunyítással csak az impeket, illetve a fabuluszokat tudom megcsinálni. Ha egyel magasabb szintű, akkor már tudom a Cerberusokat, illetve a Succubusokat is. A következő szinten pedig már tudom ilyen veremurakat csinálni, illetve a paripákat is. És a fő ördög, ami a legdurvább lény a seregben, azt nem lehet kapunyítni. Tehát az az egyetlen egy olyan egységünk lesz, amit soha büdösebben nem lehet lemásolni, úgymond. Vagy illetve ugye segítséget kérni a túlvilágról, illetve a démoni síkról. Na nézzük akkor, hogy Agrel mire képes, jelenleg az igaz hatalom van, ami a célpont lényt dű és vérszom tölti el támadáskor. Szerintem ez most annyira nem fontos. Bár... Nem akarok monát költeni, inkább gyengítsük meg távolsági támadásokkal ezeket a penge táncosokat. És akkor jön a Succubusunk. A Succubus az erőteljes hölgyemény. Szép nagyokat sebez, és akkor jön a Veremur. Ennek a Veremurnak három darab varázslata van, az alap Verem lénynek csak kettő varázslata van. Tehát csak tűzlabdája, illetve sebezhetősége van. A tűzlabda, az 42 sebez, a célterületen lévő minden egység tűzsebzés szenved el. Értem, szóval a Meteor Zápor is ugyanezt csinálja, csak sokkal nagyobb területen, illetve sokkal nagyobb a sebzése. 13 manája van egy Veremurnak, úgyhogy eldönthetem, hogy vagy kétszer lövök tűzlabdát, vagy egyszer lövök Meteor Zápor, de több mint valószínű, hogy tűzlabdát azt úgy nem tudom ellőni, hogy mind a kettőt tudjam sebezni, úgyhogy inkább így lövünk. Jó. És akkor most betámadhatnám ezt, és be is támadom, igen, hogy ezt itt elpusztítsam. Mert a Cerberusszal ezt ketté tudom harapni úgy, ahogy van. Nem tudtam volna ketté harapni, akkor is még ott volt a Succubusom, ami egyet-kettőt simán meg tud ölni. És akkor 705 TP-t kaptunk, és mi a első szintűek vagyunk, ezért az első szintű ugye az 1000 TP, a következő ugye az 2000 lesz, és így szépen tovább. Na, kell nekem egy kis szerencse, illetve itt vannak pokolkutyák, elvileg ők csatlakozni fognak hozzám, nagyon jó, 23 darab pokolkutyám már is van, pluszba. És ugye említettem egy pár előző részekben, hogy vannak ilyen menedékhelyek, hogyha ide bemegyek, akkor addig védve vagyok, amíg ki nem jövök. Tehát itt nem tudnak engem megtámadni. Viszont... most érkezik meg Goldrick. Ami problémás. Eléggé erőteljes, úgyhogy bizton állíthatom, hogy nem tudjuk legyőzni. Semmilyen úton, módon. Kéve, hogy a csaláshoz nem folyamodunk, de hát nem folyamodunk csaláshoz. És akkor nézzük meg itt a térképet, hogy mi is itt a történet. Hát ugye láthatjátok, hogyha rossz irányba indulunk el, akkor gyakorlatilag szívás kategória következik. Mert ugye akkor ide jutunk ki, de itt viszont meg nem lehet tovább jutni, úgyhogy mindenképpen erre kell jönnünk. Illetve megnézem mindjárt, nem feltétlenül muszáj erre jönnöm, hanem eljöhetek ide is, és akkor itt ezeket a Cerberusokat is össze tudom szedni, hogyha jól indulok el. Erre fel akkor menjünk.
azokat ott intézzük el, ha már itt útba vannak. Ezeket az íjászokat. Jó, akkor kutyák előre. Inkább őket lőjék. Meg akkor csináljunk egy idézést, bár sok értelme nem lesz. Oké, okay. Egy kutyát veszítek, igen. És akkor szukubusszal ezt megtámadom. És akkor már így kevesebb a sebzése annak, de így is egyet levesz. Sajnos nincsen olyan varázslatom, aminek következtében vissza tudom szedni azt a két szukubuszt, Cerberuszt. Sajnos, úgyhogy így jártunk. Na nézzük csak, akkor Meteor záporral pont azzal se érem el őket, úgyhogy egy tűzlabdát fogunk ide küldeni. Ja, egy tűzlabdát küldjünk ide. Jó, akkor ezeket itt elintézzük. Ezt pedig ketté harapjuk a kutyákkal. Vagyis hát lekarmolják. És akkor így 400 TP, és elvileg szintet is lépek. Na! Képességeink a pokol tűz, illetve a holtak elemésztése. A pokol tűz ugye az majd jó lesz, a démon úr lényei 30% eséllyel további tűzsebzést okoznak támadáskor. A sebzés a lények számától és a hős varázserejétől függ. A démon, a tűz csökkenti a démon úr manáját. Ez majd később jó lesz, de nem most. Harci szerkezetek vagy fejlett támadás. Én szerintem a fejlett támadás kellene, harci szerkezetek mondjuk az se lenne rossz. Most megtanulni a harci szerkezeteket. Mert mi van, hogyha később ezt nem tudom majd megtanulni. A harci szerkezeteket azt tanuljuk meg. Mert nem vagyok benne biztos, hogy később a játék felajánlja ezt a lehetőséget. Na, menjünk akkor arra fele. Meneküljünk akkor szépen tovább. Godric elől, illetve a másik hős elől, a egyen alap hős elől. Tehát egy alapjátékos hőstől. Név szerint Rutgertől. Ha jól emlékszem, akkor ő alapjátékos. Tehát, hogy őt lehet játszani multiplayerben, illetve singleplayerben is. Megküzdjünk ezzel a fegyvernökkel? Majd csak azután, miután megszereztük a Cerberusokat. Minden darab Cerberus, a tudás, ez kell, igen, mert ez 1000 TP-t, igen, de tapasztalati pontot ad. Fejlett kapunyítás, alapvédekezés. Lényei sebesülésének mértéke 10%-kal csökken a harcban. Vagy fejlett kapunyítás. A fejlett kapunyítás az amúgy azért lenne jó, mert egy egyedi, igen, az Impact démonok, pokolkutyák és szukubuszok és fejlett változataik is képessé válnak kaput nyitni a démoni síkra. Illetve az olyan érkezett lények a kaput nyitók 30%-át teszik ki, tehát már nem csak 25%-ra, tehát nem 25%-os, hanem felugrik 30%-ra. Hát a védekezést azt most hagyjuk. Fejlett kapunyitás én szerintem most az, ami fontos, mert ugye arra épít az egész rendszerem, hogy kaput nyitok a démoni síkról, és lemásolom gyakorlatilag az összes egységemet, ezáltal valamilyen szinten másfél szeresére duzzasztva a seregemet. Lehet, hogy ezt a fegyvernököt most én itt már elkapom, mert van elég időm. Ja, van elég időnk, úgyhogy elkaphatjuk itt ezeket a fegyvernököket. 17 darab van. Jó, ide az útjába teszem őket, hogyha... Tehát a taktika a lényeg ezzel a kapunyítással, hogy érdemes, ha távolsági egységek vannak, akkor érdemes a távolsági egységnek a közelébe rakni, hogyha csak közelharci egységek vannak ellenünk, akkor meg ugye érdemes egy vonalba rakni, egy olyan vonalba, ahova majd, hogyha egyszer megérkezik az egység, akkor az idézett lényeimhez érkezzen meg. Adjunk neki egy sebezhetőséget. Nagyobb legyen a sebzés, sebződése. És így ezeket fogja én szerintem támadni. Igen, több mint valószínű, mert senki más nem érne el.
Jó, és akkor a többi egységemmel pedig védekező pozíciót veszek föl, tehát senki mással nem fog támadni, csak is kizárólag ezekkel az egységekkel fogok támadni, illetve a szokubuszommal fogok távolról lövöldözni, illetve ugye a hősömmel is. És így gyakorlatilag a démoni egységnek ebben rejlik az ereje. Jó, akkor az idézett kutyával harapunk. Illetve az idézett Cerberusszal. Na hát akár most már támadhatok a rendes Cerberusommal is, mert az már ketté harapja ezt. Jó. És így kapok 476 TP-t. Az elvesztett egységeknél ez nem számít bele ez a Famulus, mert gyakorlatilag azokat az egységeket is beleszámítja itt, akiket megidéztem. De értelemszerűen így a seregem ugye nem csökkent semmilyen mértékig. Jó, ezt a ládát ezt felvesszük és a tapasztalati pontot fogjuk belőle kérni. És remélem, hogy Godric nem fog utolérni. Na, ad látom, 1500 tapasztalat, szintet is lépünk. Fejlett logisztika az most kell, tehát hogy minél gyorsabban tudjunk haladni. Azt nézem, hogy... Nem, ezt se tudnám amúgy legyőzni. Tehát itt igen, ezen a pályán igazából egyetlen egy hős lesz majd, akit le fogunk győzni. De az majd a történetnek a legvégén lesz. Na. Jó. Akkor idézgessük meg a lényeimet. Oda a közelükbe. Igazából nem mindig kifizetődő az első körben idézgetni. Érdemes néha napján egy kicsit várni. De most igazából tök mindegy. Mert sokat nem sebeznek ezek az íjászok. Mondjuk már kettőt elveszítettem. Jó, szukubusznak idézünk egy másik szukubuszt. 12-nek 30%-a az úgy körülbelül 4, ugye? Annyi. Na, Meteor Zápor, azzal 18-at sebeznék, a tűzlabdával mennyit sebeznék? Úgy csak 8-at, úgyhogy Meteor Záport erre a kettőre. Ez 18. Nagyon jó. Bár hogyha lett volna egy kis eszem, akkor inkább ezt a kettőt támadtam volna, de mindegy. Na, most ezek már többet nem fognak lövöldözni, mivel ott van előttük az idézett lényecském, az összes idézett lényecsem, lényecsem, lényecském. Na, támadjuk ezeket, a többieket, azokat simán ketté harapjak. Jó, és akkor lőjünk. Hát harapjuk ketté ezt a csontit akkor. Nagyon jó. Igen, 3 darab Famuluszt veszítettem, de így is kaptam 400 TP-t. És akkor még annyit teszünk, hogy ide eljövünk. Ugye, hogy megnöveljem a mozgásomat a hétvégéig. Bár mondjuk arra az egy napra megnövelni most már oly mindegy. Annyira nem fontos. De ugye mivel túl sok időt tököltem ide fönt, több mint 6 kört, azért most jól fog jönni ez a kis előny, hogy gyorsabban tudunk mozogni. Na, akkor jön a következő. Ezek az unikornisok. Ismételten egy sort kell idéznem, hogy azokkal foglalkozzanak majd. Azoknál az egységeknél, amik 4 darab négyzetet foglalnak el, érdemesebb úgy idézgetni, hogy mindig egy négyzetet kihagyva, és akkor meg lehet azt csinálni, hogy lesz egy sorod, amin nem tudnak átjönni, mindaddig, amíg ugye az idézetjeidet el nem intézték.
Most szerintem nem fogok idézni másik szukubuszt, mert tök fölösleges. Szerintem érdemesebb ezt így. Ó, az igen. Na nézzük, meteorzáporral kettőt meg tudok sebezni így, igen. Aha, a rendes kutyával meg tudom ezt harapni. És el tudom pusztítani. És a rendes szerverusszal is meg tudom ölni már, úgyhogy teljesen jó akkor. Jó, hát akkor veszítettünk 10 famuluszt. Sajnos. ...420 TP-t kaptam így is. Sötét mágia? Lehetővé teszi a harmadik kör a sötét mágia varázslatok tanulását, és minden sötét mágiát erősebbé tesz. Az átok, fájdalom, elmemester... Nem, a sötét mágiát nem fogunk tanulni. Agrál elén szerintem, úgyhogy maradjunk a logisztikánál, 30%-kal növeli a mozgási sebességét a szárazföldön. Jó. Egyszer. Illetve kell egy kis szerencse is. Illetve egy mana után töltés. És elszúrtam, mert rossz irányba jöttem. Mert erre kellett volna jönnöm. The gates. Where is that damn tunnel on the gates to Sheon? If I hadn't used them myself, I would almost swear they didn't exist. Ezt most lehet, hogy elrontottam, srácok, lányok. Mert több mint valószínű, hogy Godric így utol fog érni. Ejjjjjjjjj, hát akkor itt problémás lesz. Mennyire tudok elmenekülni? Semennyire. Úgyhogy itt lehet, hogy lesz egy kis macskaegér játék. Ha erre eljövök, akkor talán nem ér utol. Bízzunk benne. Jó, megnézzük így, hogyha valamit elszúrtam, esetleg utol érne, akkor visszatöltem az állást. Aha, tudja, hogy erre vagyok. Így azért így problémás itt ez. Jó, semmi gond nincsen. Szépen akkor körbe megyünk. Úgyis itt van pár famulus. Ezeket megkérem, hogy csatlakozzanak hozzám, és akkor megyünk szépen úgy arra. Vagy lehet, hogy még itt ezt el kéne foglalnom, mert ez is megnöveli a mozgáspontjaimat a hétvégéig. Remélem, hogy Godric így fog jönni utánam. Jó, úgy jön. És neki nincsen ilyen mozgás bónusza. Úgyhogy kihasználom, hogy nekem 30%-kal gyorsabb a mozgásom. Jó, idézgessünk akkor. Ezek meddig... ezek nagyon-nagyon elérnek. Nagyon messze elérnek. Jó. Na nézzük. Ő lesz az első. Talán meg tudom ölni. Nagyon jó. Jó, kell egy kis varázslás. Mondjuk egy meteorzápor. És ezt ketté tudom harapni. Nagyon jó. Ját 71 izével szerverusszal simán. Meg se éri megidézgetni itt a lényeket. Csak az időt húzom. Jó, meg egy kis pénz. Meg egy kis mana.
szépen körbe megyünk. Remélem, hogy a másikba nem fog belefutni. Vagy esetlegesen úgy tudnám ezt megcsinálni, hogyha arra fele elmennék. Talán igen. Igen, mert ezt elcsolom erre, Godric meg jön utánam. Nem, ez visszamegy. Jó, az nem tudom mit csinál itt, ezen az útszakaszon, de biztos, ő tudja. Akkor menjünk a kísértetek felé. És bízok benne, hogy eltalálom őket. Jó, biztonság kedvére csinálok egy idéző sort. Esetlegesen mellé lőne a szokubuszom. Igen, kidodzsolta. Jó. Jó lenne, hogyha egy kockával, vagy egy négyzettel lejjebb jöttél volna, de mindegy. Jó, így 5, így 6. Így 5, úgyis 5. Akkor legyen te. Legyél te. Azt már nem tudja kidodzsolni. A varázslatokat általában nem szokták kidodzsolni ezek a szellemek. Jó, kutya. Hát ez így most necces lesz. Na most... Vagy sikerül megharapni őket, vagy nem. Jó. És megint mellé fog lőni. Igen. Jó. Ez jó, hogyha azt támadja. Mondjuk az más kérdés, hogy most megint mellé ment. Ezért utálatos amúgy a kísértet. Képes egymás után többször is kidodzsolni az összes sebzést. Na, 500 TP, és akkor így 4 kutyát veszítettem. Mondjuk az csak idézői kutya volt. Plusz egy szerencse, ott egy kis tapasztalati pont. Alapszerencse mondjuk, az nem lenne rossz. A szerencse. Agrellel csináljuk egy szerencsés. Melyik az nem? Mert ugye a mágia ellenállás, illetve a leleményesség, az se lenne rossz. Legyen egy szerencse. Azt beépítjük Agrellbe. Agrellnek a... Hogy is mondjam. Képesség listájába. Azaz, úgy, szépen a hosszabbik úton gyere. Úgy, és akkor itt el tudok slisszanni. Nagyon jó. Na. Akkor egy kicsit még... Talán tudunk itt harcolászni, tapasztalati pontokat gyűjteni, hogy erősebbé váljunk. Jó. Csak ezt a kettőt idézem meg. Cerberusból nem fogok megidézni. És akkor... Lőjük őket. Tűzlabda. Meg akkor majd a másik is kapni fog egy tűzlabdát. Ó, kés. Nem. És akkor védekezünk. És megnézzük, hogy mennyit sebez. Hát nem sokat. De legalább keveset. 7, 4, 3, 6. Legyen ez. Na nézzük, ketté tudom harapni, nagyon jó. És bejött a szerencse, mert a szukubusz megint jöhet. Nagyon jó. Ezek meg simán elintézik már.
Na, akkor ezt most megúsztuk. Idézőből szenvedtem. Egyet vesztettem párat. Jó. Mondjuk nem tudom, ezt miért vettem fel, amikor semmi értelme nincsen. Máikus gondolat, harmadik szintű varázslatokat tanulhatok. A térköre varázslat nem lehet megtanulni, alappusztító mágia képesség szükséges hozzá, igen. Majd tényleg alapvető pusztító mágiát, azt lehet, hogy meg kéne tanulnom majd Agrellel, mert az jó dolog. Igen, és akkor erre kell jönnöm. Mert itt ennél a vörös kulcsmester sátornál van a kulcs, aminek következtében ezt ki tudom majd nyitni. Mutatom is. Tehát a kulcsmester sátrában a hősöd egy színes kulcsot kap, amellyel áthaladhat a kulcssal a megegyező színű határőrökön. Nem szereztél kulcsot. Tehát a lényeg, hogy ez a vörös sátor, ez a vörös színű, vörös határőr ajtót nyitja. A határőrök csak akkor engednek át, ha van megegyező számú kulcsod a kulcsmester számú színű kulcsod a kulcsmester sátrából. Nem szereztél ugye kulcsot. De majd mindjárt szerzünk kulcsot, azért megyünk oda. Miközben itt Godrickkal itt cicaharcot, vagy a cicaharcot, ilyen macskegér játékot játszunk, hogy én itt közben menekülök. Jó, igen, a szerencsét azért azt növeljük meg. Induljunk el. Már itt van egy-kettő Minotaurus. Azokat jó lenne kikájtolni. Mert a Minotaurusok azok nagyon erősek. Azokat mindenképpen fel akarom fogni itt a kis szakubuszon, melyet az idézett démonjaimmal. Látjátok, a szakubuszom se sebez annyit. Rájuk 1-3-ig sebezne. És az nem sok, de legalább kevés. Szerintem, hogy a tüzet azt mennyire szeretik. Hát... sebezhetőséget varázsoljunk mind a kettőre majd. Úgy. Úgy. Nagyon jó. És akkor pont megjelennek. Jó, mondjuk nem fog visszatámadni, az is biztos. És hogyha innen támadom, akkor a másik az nem fog bántani. Jó. Most az egyszer ugye a Minotaurusnak nem érvényesül az a hatása, hogy visszatámad, mert ugye a Cerberusnál van az, hogy nem támadnak neki vissza, és ez felülírja a Minotaurusnak a visszatámadását. Jó. Akkor így meg vagyunk. 2-től 4-ig, 2-3. Akkor inkább azt. És nem hal bele. Akkor csináljuk így, hogy... egyszer ide átfutok kutyúval. Jó. Ezt pedig lerúgom, hogy... és akkor hogy ki vannak kájtolva, igen. Ezzel 444 TP. Jó. Na, fejlett harci szerkezetek. Vagy felderítés. A hős plusz 4 látótávolságot kap, és látja semleges ellenségek seregeit, valamint a városok és helyőrségek pontos létszámát a látómezejében. Ez amúgy jó, jól jön. Alapsötét mágiát, azt még mindig nem akarok tanulni. Pusztító mágiát szeretnék amúgy tanulni. Jó, megszerezted a kulcsot, amely átsegít a megegyező színű határon. Jó, innen TP-t fogunk kérni. Mennyi tapasztalati pont kell? 700 tapasztalati pontot kell még szereznem. Jó. Ez milyen tárgy? Egyen növeli a szerencsémet. És 4 druida van itt. Jó, messze vannak Godrickék, úgyhogy simán. Megoldjuk. Tehát van elegendő időm itt játszadozni velük. Előre küldöm a kutyákat. Tuti mondjuk veszíteni fogok egy-kettő egységet, de...
Mindenképpen kell nekem az a tárgy. Igen. De még szerencsé, hogy a famulusokat támadta. Azt hiszem neked tűzlabda akkor. Ez kérlek szépen 172 TP-be került. És akkor a következő körben... Aha, de Godric már jön. Szeretném ezt fölvenni. Jó, 4 levő lóhere, ami ugye növeli a szerencsémet. Igen, szeretnék itt átmenni. Az mi az a tárgy? 4-jel növeli a hős támadását. Hegyi úrok fejszéje. Az se rossz. 10 darab inquisitor, mondjuk az necces, de vágjunk bele. A 10 inquisitor, ez kemény lesz. Talán ide érek. Mondjuk jó lenne egy kis szerencse. De nem. Ez kemény lesz. Ezt most jól meg fogom kapni. Igen, 12 mínusz. De nem baj, mert cserébe kapunk egy olyan fegyvert, ami nagyon-nagyon megnöveli a sebzést. Hát 4-jel növeli a sebzést. Nem. Jó. 3-7, 3-4. Jó, legyen. És bízunk benne, hogy nem a Cerberusomat fogja majd támadni, hanem itt ezt a Famulust. Á, nem. És most kattam be a szerencse. Hát jó, mindegy. Veszítettünk 16 Cerberust, de 1000 TP-t kaptam. Alappusztító mágia, na ez kell nekem. Lehetővé teszi a harmadik körös pusztító mágia varázslatok tanulását, és minden pusztító mágiát erősebbé tesz. Ez ugye jól fog kombinálni majd a tűzsebzésemmel. Jó. És akkor megvan a rothadás nemzetű varázslat. És akkor irány lefele, és megvan a hegyi újaknak a fejszéje. 75 fertőző zombi... Hát... Kell ez nekem? Hát a pénz, ami mögöttük van, az jó lenne, ha már eddig ugye TP-t szedtem össze mindig. Igazából ez nem egy bonyolult küldit, tehát tényleg igazából ezt a küldit, ha úgy nézzük, 15 perc alatt meg lehet csinálni. Mert csak, hogyha tényleg elfutsz a pályának a legvégére, ott majd lesz egy hős, akit mindenképpen ugye le kell győzned, de az... Gyakorlatilag semmi, tehát simán le tudod győzni. Semmi nagy veszélyt nem jelent. Szerintem inkább sebezhetőséget teszek rá. Hogy jobban sebződjön. Jó. És akkor induljanak meg azok a zombik. Hadd látom. Jó. Na nézzük most mennyit sebzünk, 5-től 9-ig, na. Már jobb az arány. Itt meg már ugye 2. Erre vissza fog támadni és meg fogja ölni. Az semmi gond nincsen vele. 9-től 12-ig. Terjedő sebzés. Jó. Vagy meteorzápor, az elég lesz, jó lesz ez neki. Csak úgy kéne meteorzáport, hogy közben az idézett. Hát az idézett Cerberusomat azért azt ne találja már el. Tehát az önmagamat ne szívassam meg fölöslegesen. Azaz. Bekattant a szerencse. Itt is bekattant, mínusz 13, az szép. Az már sebzés. Úgy. Á, mondjuk ketté haraphattam volna a másik kutyával, mindegy. Megsporolhattam volna magamat, tehát megsporolhattunk volna kettő darab kört.
Mindegy, 1125 TP, az nagyon jó. Igazából itt a pénz a fontos, jelen pillanatomban. Jó, az elfut arra. Godric meg ugye jön utánam. De szerencsére nincsen neki logisztikája, úgyhogy... Az 1500 TP, igen. Leleményesség. A kalandok során a hős több aranyat és erőforrást talál, és általánosságban szerencsésebb lesz. Ez jó jönne, igen. Több erőforrás. Igen. Az jó jön. Majd lesz egy küldetésünk, ahol ja. Ez kamatoztathatjuk. A szerencséből jövőt. Maximum van a manánk. Úgyhogy haladhatunk szépen tovább. 2900 aranyból talán tudok majd vásárolni elegendő egységet majd itt lent. Jó, hogyha ilyen tempóban haladunk, akkor Godric a büdösejében nem fog minket utolérni. Szarvas démon, 600, jó. Te ki vagy, vámpir? Hát jó legyen, menjünk neki a vámpíroknak. Jó, ezek milyen messzire érnek el odáig? Akkor oda csinálunk egy barikádot. A szukubusz már nem. Azzal már lövöldözünk. Azaz, és így a tűzzáport mind a ketten megkapjátok. Jó, 2-2, akkor legyen ez. És így akkor már csak egyel kell foglalkoznom. Belőled már nem idézek meg semmit. Vajon a Cerberusszal ketté tudom harapni simán. Nem is kellett volna megidéznem a többieket. Az 32 TP, de nem az a lényeg, hanem itt az összeg, a pénz. Hát fizetni kell a dolgokért, mert itt majd szarvas démonokat is tudok ott majd idézni, vásárolni. Godric azért nagyon jön. Úgyhogy nem kéne itt sokat tökölnem. Na haladjunk, ezek szerintem csatlakozni fognak hozzám. Nagyon jó, köszönöm. Azaz, szarvas démon. És akkor haladjunk. Hát azért közel van. Jó, egy kis szerencse. Az ott mi lehet? Pokolkutya, igen, az jöhet. Pokolkutyák. Akkor ott hagyol az összeset. A Godric az eléggé közeledik. Akkor pénz. Pokolkutya. Következő kör. Hát remélem, hogy nem fog utolérni. Jó. Nem, már nem sokat mozog. Mégiscsak gyorsabb vagyok, mint ő. Még egy kis pokolkutya. Impek azok jöhetnek, igen. Itt mi van? Tűzelementál. Arra pedig... Másik tűzelementál. Jó, nem. Nem kötekedünk tovább. Hányadik szintűek vagyunk? 9. szintűek. Azt hiszem 10. szint, 10. szint a maximum itt. Az első. Hadjáratnál. Így is elég szép teljesítmény, hogy... Ja, meg a tűzelementálok az a gond, hogy mivel tűzsebzésem van, ezért a tűzelementálok letolják a...
a tüzet, amit csiholok, amit csinálok. Mondjuk ezekben mondjuk beleköthetnék. Mert ez a 4 lidért ez nem sok. Ez szinte semmi. Főleg, hogyha csinálok ide egy ilyen barikádot nekik. Főleg. Négy. Ezen itt nem jutsz át, max erre tudsz kerülni, ha nagyon szeretnél. 64 sebzés. Jó, na akkor kezdjük el lövöldözni. Azaz, szerencse. Sebezhetőség. Oké, és jönnek a megidézett démonok. Ketté tudnám amúgy... Simán. Ó, és még a szerencse is kattan, hát persze, hogy... Teljesen jók vagyunk, srácok, lányok, 480 TP. Na, és akkor fejlesszük föl itt a magaslati erődben azokat az egységeimet, akit tudunk. 2350-ére pukolkutyából Cerberus tudok csinálni. Illetve... Ez ingyenes, az jó. És ez? Szarvas démon 300. Legyen akkor, jó. És akkor kicsit átrendezzük a sereget. Tehát ne legyen két pokolkutyám, hanem úgy, hogy így. Meg így. Tehát egységesítem az erőt. Jó, és akkor haladhatunk tovább. Jó, Godriktól nem kell már félnem, az nem fog utolérni. Vajon a manám az maximum, a mana az maximum van, jó. Akkor igazából nincs más hátra, mint előre. Víz elementál. Varázstárgy, kereskedő. Nem. Nem fontos az. És itt? Szellem sárkány. Íha. Hát inkább kihagyom. Nem akarom megnyírválni a seregemet. Inkább biztosra menjünk. Ez a 9-es szint, ez jó fog jönni majd a következő hadjáratnál. Na, meg is jöttünk. Na, egy kicsit lassan tölt a rendszer. What's this? Attacked by that scum Aresiel and his horned idiots? Oh, perhaps the Sovereign has discovered my independent mindset. That means trouble. Na, és megtámadnak. Szóval, hogyha úgy nézzük, akkor igen, mint mondottam, ugye egyet-egy hős fogunk legyőzni, és ugye most eljött az ideje. Egy 6-os szintű démon urat. Szerintem jól állunk. Na. Akkor továbbra is csináljunk egy bónusz sort. Na ez most egy nagyon jó demonstrálása lesz annak, hogy mi történik olyankor, hogyha valaki leráll az idézői erre. Igazából semmi. Odébb löki az idézői jelet, aztán akkor ott fog föléledni. Eléggé nagy a kezdeményezés ennek a havernak. Mondjuk egy rothadást azért tegyünk már rá. Mondjuk... Kire tegyük? Tegyük rád. Úgy. Ez most fájni fog. Igen.
Te most kapsz Meteor záport. Így 10-et ölök meg, így meg 8-at. Hát akkor legyen így. Kapunyítás, illetve robbantás, igen. A szarvas felvigyázónak az a különleges képessége, hogy képes magát berobbantani. És körülötte mindenkit sebez. Nyissunk egy kaput vele is. Oké. Megnőtt a sereg. Ez úgy jó. 98-at meg tudok ölni így. A nagy kutyával, nagy Cerberusszal harapok, és megyek is, és meg is harapom őket. Kettőt egy csapásra. Jó. Hát a fő ördögöt kéne. Ja, azt kéne meggyengíteni. Az szép volt. Ezt szerintem nem gondolta át a szukubusz. Na nézzük csak. Hát, te is kapsz egy rothadást. Nem tudom még megölni. Sajnos. Hát ezzel meg ketté haraptam úgy, ahogy van. Jó, ezzel védekezünk. Ezzel talán ketté harapom. Hát sajnos nem. Na melyik legyen az ördög? Hát legyen ez. És akkor talán a veremúrral el tudom intézni. Ja nem, mert nincs a manám. Úgyhogy akkor sebezhetőség. Mondjuk van rajta egy rothadás, az mondjuk bekattalhatna. Köszönöm, pont erről, pont ezt akartam mondani. Ez a rothadás azért rákattalhatna. Na, 4457 TP-t kaptunk. Aminek következtében 10. szintre fel is ugrottunk. És legyen akkor, melyik legyen? Legyen a kapunyitás. 35%-kal nagyobb legyen, és akkor... Az ördögök és főördögök kivételével minden lényt képes vagyok, minden lénnyel képes vagyok kaput nyitni. Vagy fejlett támadás. 10%-kal növeli a lény útközelhati sebzését. Szerintem a kapunyitás kéne. Ja, nyissunk kapukat. So, Scrummingham, let us discuss your death. Tell me why you were here and it will be fast. Otherwise, I shall turn you over to Miara. And it will be excruciatingly slow. Please, Eraziel, refuse to talk. No! I was told to get two things. One is the artifact that Nikolai used in the battle, the heart of the Griffin. The other is your head. My head? Why? The Demon Sovereign knows I am loyal. You lie! You have betrayed him and he knows! Kabaleth will protect me! He will... Yeah... What will I do? Go on, please. Tell me. Give me orders. I love that. Master! Master, I did not mean it! You fail. You lose. You pay. I know you and your ambitions. You are strong, but I am patient. You're next. Na hát akkor srácok, lányok, ezzel a küldetéssel akkor végeztünk.
És akkor elértük a szintkorlátot is, a 10. szintet. Na, én köszönöm szépen akkor mindenkinek a figyelmet, én Szoli voltam, legyetek jók, igyatok sok vizet, nem sokára érkezik majd a következő rész az Inferno hadjáratból. Sziasztok!